Hajdúvarhelyi lakósként mindig szerettem a népművészetet. Láttuk ezt a hirdetést erről a házról, és nekem a ház homlokzata olyasmi volt, mint nagymamámnak a ház a Székelyudvarhelyen, a Sarkanty utcába, és 3 nap alatt beleestünk, holott nem is volt arra pénzünk, de 3 részletben megegyeztünk, és 3 nap alatt megvásároltuk. Népi bútorfestő voltam, és gyerekkoromból már úgy a hímzésekkel, a varrásokkal, mint a szép bútorokkal megismerkedtem. És akkor ez csak maga után vonzotta, hogy én ezeket művelje. Az én férjem Gyergyó Szent Miklósi, az ő szüleitől, nagyszüleitől összeszedtük a régiségeket, és az én nagyszüleimtől, amit örököltem, azokat is kihozogattuk ide. Amerikától elkezdve Németországig mindenki meglátogatta. És Magyarországról is volt csoport, de az is olyan volt, hogy különböző országokból jött össze, elbúválódott a látogató közönség. Én szívesen megmutatom bárkinek, aki a néprajz iránt érdeklődik. Azt szeretem a legjobban, hogy nagyon személyes Zsuzsának a gyűjteménye, hogy minden tárnak tudja a történetét, és tulajdonképpen nem is tájház, hanem ilyen régi idők házaként működteti, és hát, hogy nagyon otthonos, kellemes helyszínt varázsolta a csűrből, hogy egy új szerepet tudott adni ennek a gazdasági épületnek, és hát nagyon jó házigazda, úgyhogy friss gyümölc és jó kulturális program az mindig idehozza az embert. Úgy látom, hogy nem csak a fiaim, mondjuk ők már ebben nevelkedtek fel, de látom az unokákban is azt a vonzódást, hogy szeretnek itt lenni, és a kisebbik fiamnak a szájából ki is jött, hogy anyu, ezt a házat nem adjuk el. És akkor kezdtük mi a tovább gondolást, akkor kezdtük a csűrt átalakítani. A faluban nincsen tájház. De ilyen népi gyűjtemény is egy helyen nem látható. És akkor én ezzel akarnám a falunak a lakosainak felhívni a figyelmét, hogy az ők tulajdonokban levő régiségeket, hogy ne hagyják odaveszni, vagy ne tüzeljék el. És akkor oda tudtam hatni, hogy kijavították a székely kapuikat, és nagy örömökre szolgált, hogyha úgy a ide látogatók megcsodálták. Már ugye 3. éve, hogy nyílt nap van nálunk, és akkor a férjem hív egy népi tánczenekart, és akkor itt bizony a falubeliekkel énekeljük a népdalokat. Ezek a népdalok a régi embernek a lelkét mutatják meg nekünk, és elevenítik föl akár bennünk, aki a Teremtő Istennel összhangban tudott élni. Egy kicsit szűkösnek találom, de sok jó kis helyen is elfér alapon. Én nagyon jól éreztem magam benne, nagyon hangulatos, én nagyon szeretem ezeket a régi dolgokat, saját környezetünk is így van berendezve, és ez ettől szép, hogy olyan, amilyen, az eredeti állapotában van, és ettől hangulatos volt nagyon. Fiatalabb generációnak, az én két fiamnak is azt üzenem, hogy próbáljanak a tőlünk kapott örökséget továbbvinni, megőrizni, és a saját gyerekeiknek is átadni. Mert ez valahol, mint magyar embereknek, a magyar örökséget kötelesek vagyunk átadni.